Ez a Híradó, köszöntöm nézőinket! Kenyérlángost kóstoltak, kiszebábokat, busó állarcokat készítettek és zenéltek a Vörös Iskola diákjai a farsangi néphagyományokat felidéző programon. Az intézmény hagyományos projektnapjai népszerűek a gyerekek körében, hisz mindig számos tevékenység szerepel a kínálatban. A programszervezést segíti az iskola szabadidő hasznos eltöltését támogató TÁMOP pályázata. Szűcs Sándor, szabadszállási mester készítette azt a kemencét, melyet az iskola alapítványa vásárolt. Ezt most először a farsangi témanapon próbálták ki, hagyományos kenyérlángos sült benne. Amikor kenyérsütés volt, sütöttek ilyen kenyérlángost. Egy héten egyszer sütöttek kenyeret, de aznap azzal kezdték a sütést, ezt a kenyérlángosokat kisütötték, mert aznap nem vágták fel a meleg kenyeret, hanem ezt a kenyérlángost tették egész nap. Mindig azzal ízesítették, ami éppen a kamrába volt. Jó hozzá a zsír, a tejföl, a lekvár, minden jó hozzá, passzol hozzá minden. És ez egy nagyon régi hagyomány. Amióta kemence létezik, azóta ezt a kenyérlángost is sütik. 20 kg lisztből készült a tészta, és aztán ahogy sült a kenyérlángos, úgy fogyott, de jutott mindenkinek. Közben azért az iskola technika termében is kelt a tészta. Ott is finomság készült, hisz ha farsang, akkor a fánk sem hiányozhat. A felsősök több csoportban dolgoztak, készültek többek közt busó állarcok is, és mivel a Vörös ökoiskola, ezért például a maszk alapját az iskola tej hulladékkartonja adta. De volt osztály, ahol hangszereket készítettek, és kipróbálták a citerát is. Ezt a hangszert nemrég vásárolta az intézmény. A hangszer is a pályázathoz köthetően, ugye a néphagyományok a tápolandó próbáltunk olyan dolgokra is szert tenni, ami éppenséggel kapcsolható sok minden tevékenységhez, és hát a hangszerek azok a zeneoktatásnak is nagyon szerves részei. A felsősök és az alsósok is készítettek kiszebábokat. Minden osztály más-más technikát választott. Voltak, akik a régi hagyományokhoz híven faággal és anyagmaradékkal dolgoztak, de voltak színezős, hurkapálcás, szalagos megoldások is. A bábok tiszavirág életűek lesznek. El szoktuk égetni, hogy a telet is elűzzük a kiszabábokkal. Pénteken lesz az iskolában a farsang, s ahogy már hagyomány, ekkor égetik majd el a kiszabábokat is. Néhány napja 6 pingvin is van a főtéri jégpályán. Persze senki ne gondolja, hogy a déli sarkról érkeztek Pápára a kedves madarak. Ezek a pingvinek a kezdő korcsolyázó gyermekeknek segítenek az első biztonságos lépések megtételében. Íme a 6 pingvin a főtéri jégpályán. Ez azt jelenti, hogy már nem csak a palánk, hanem ezek a korcsolyázás tanulást segítő eszközök is várják azokat a gyerekeket, akik most tanulnak korizni, és még bizonytalanok a jégen. A palánk komoly segítség a kezdő korcsolyázóknak, de a gyerekeknek még egy plusz segítséget szerettünk volna adni. Több alkalommal előfordult az, hogy kisgyerekkel érkezett szülő, nagyszülő, és ők nem merészkedtek a jégre, de a gyerekek nagyon bátrak voltak, és mindenképpen szerették volna kipróbálni a jégpályát, és nekik nem elég jó segítség a palánk, ezért gondoltuk arra, hogy szétnézzünk, és megnézzük, hogy miben tudunk ezeknek a kicsiknek segíteni, és így jött az ötlet a pingvinekkel, jelenleg 6 darab pingvinünk van, amelyek bérelhetőek. Ezeken a felvételeken két már nem kezdő fiatalember mutatja be, hogyan kell használni a pingvint. Itt pedig azt látjuk, hogy a kicsik számára milyen biztonságos korcsolyázást tesz lehetővé. Ez a pingvin tulajdonképpen egy vicces segédeszköz, ami abban segít a jégre lépőnek, hogy stabilan meg tudjon állni a jégen, biztonsággal el tudjon indulni, hiszen megtartja, nem tud vele elesni, és hát majd egy idő után reméljük meg, majd nem is lesz rá szüksége. A pingvin 20 perces időtartamra bérelhető, de természetesen, ha kell, hosszabb ideig is vezetheti a kezdőkorista kedves figura. Sajnos egyelőre nagy tapasztalatunk még nincsen, mert ahogy megérkeztek a pingvinek, velük együtt megérkezett a hó is. Az elmúlt két napban sikerült őket már egy kicsit kipróbálni. Nagyon jók a visszajelzések, bérelni lehet őket, 20 percre a bérleti díjuk 400 forint. Mi azt látjuk, hogy elsőre egy 20 perc ezekkel a pingvinekkel bőven elég. Nyilván, hogyha valaki tovább szeretné bérelni, akkor erre is van lehetőség. A jégpályát üzemeltető cég ügyvezetője érdeklődésünkre elmondta, a pingvinek a szezon végéig rendelkezésre állnak, a szezon vége pedig az időjárástól függ.
Amikor télies az idő és eső vagy hó nem akadályozza a korcsolyázás lehetőségét, akkor az ismert nyitvatartási időben várják a korizókat. Boros Katalin azt javasolja, a korcsolyapálya működéséről mindenki tájékozódjon elindulás előtt a jégpálya közösségi oldalán. Jelentkezik a Fölszállott a páva elnevezésű néptánc és népzenei vetélkedőre a Tánclánc Művészeti Alapiskola Csalóka csoportja. A nevezési laphoz csatolni kell egy videófelvételt is. A Csalóka csoport verseny koreográfiáját a Városi Televízió operatőrei rögzítették a Jókai Mór Művelődési és Szabadidőközpontban. Az MTVA és a Duna Televízió ZRT, valamint a Hagyományok Háza harmadszor is meghirdette a Fölszállott a páva című népzenei és néptánc tehetségkutató versenyt, ezúttal 6-14 év közötti fiatalok számára. A Pápai Csalóka csoport a néptánc együttesek közt méretteti meg magát. A Tánclánc ifjú táncosai 6 éve dolgoznak együtt, vezetőjük Vida Anna, aki elmondta, eljött az idő, hogy a csoport részt vegyen egy országos versenyen, a rendhagyó délalföldi koreográfiával. Szerettem volna valamit túlmutatni már, hogy ahogy nőnek, eddig csak autentikus koreográfiákkal foglalkoztunk, illetve volt egy boszorkány táncunk régen, ami népi elemekből, de modern zenére volt, de azt gondoltam, hogy idén már valami többet szeretnék velük, és így készült el ez a koreográfia. Épp ezért a délalföldi koreográfiába újszerű elemek is kerültek. A gyerekeknek figyelniük kell, mert vannak olyan részek a koreográfiában, amikor szoborra merevednek, és ilyenkor magukba kell számolni az egész csoportnak együtt, ami azért nagy kihívás volt eleinte, de nagyon szeretik és remekül megoldják. Ez az az elem, amit Vida Anna említett. A gyerekeknek nagyon kell figyelniük egymásra, de mint mondták, szeretik ezt a koreográfiát. Nekem nagyon tetszik, mert olyan kirobbanó, és lehet táncolni benne és mulatni. A jól begyakorolt előadást a csalókások lendülettel adták elő. A néző számára egyértelmű, hogy szeretnek táncolni. Az, hogy táncolunk, az nagyon jót tesz nekem, szóval úgy sokkal nyugodtabb vagyok, és élvezem. A valamivel több mint 5 perces koreográfia felvételét jövő héten a Csalóka Néptánc Együttes mellékeli a nevezési laphoz, majd várják a zsűri visszajelzését. A területi selejtezők tavasszal lesznek. Hó, eső és havas eső is lehet a viharos szél mellett a holnapi napon. Az időjárási részletekkel néhány másodperc múlva jövünk vissza. Északon, északkeleten változóan másutt többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég holnap. Délnyugaton, délen többfelé várható csapadék. Az Alpok alján havazás, középen havas eső, keleten eső, de késő délutántól a havas esőt a délalföldön is egyre inkább havazás váltja majd fel. Az északkeleti északi szél megerősödik, többfelé viharossá fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire plusz 1 és mínusz 4 fok között várható, napközben pedig mínusz 1 és plusz 4 fok közötti értékeket mutatnak majd a hőmérők. Kedves nézőink, ez volt a Pápavárosi Televízió híradója csütörtökön. Ne feledjék, műsorunkat egy óra múlva megismételjük, és megtekinthetik a TV honlapján is. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!